Ha fél év használatot követően elromlik a porszívónk, vagy pár hónap után vacakolni kezd az új tévénk, általában már magunktól tudjuk, érvényesíthetjük a jótállást, hiszen még egy éven belül vagyunk. Ez az időtartam jelenleg minden terméknél ennyi értéktől függetlenül, jövő januártól azonban már nem ez lesz a gyakorlat. Sávos jótállási időt vezetnek be, ami azt jelenti, hogy a 10 és 100 ezer forint közötti értékű termékek kötelező jótállása egy év marad, a 100-250 ezreseké viszont két, míg a drágábbaké három év lesz 2021-től. A változtatás korunk fogyasztói társadalma is indokolja. A cél, hogy a gyártók tartósabb termékeket készítsenek. Bevezetik az eljótállási jegyet is. Ez elsősorban az indokolja, hogy egyre nagyobb a online vásárlásoknak az aránya, így ehhez kellett igazodni annak is, hogy ne papír alapon kerüljön a jótállási jegy kiadásra. Tehát eddig kimondottan csak olyan jótállási jegy létezett, amit papíron adtak ki. Ezt korszerűsítette a kormányrendelet azzal, hogy bevezeti az e-jótállási jegyet, ami olyan módon kell kiadni, hogy az a fogyasztó számára elérhető legyen. Éppen ezért, ha például olyan módon határozzák meg, hogy letölthető linket adnak meg, akkor ezt a linket mindaddig fent kell tartani, letölthetővé kell tenni, amíg a jótállási idő fennáll. További változás lesz, hogyha a terméket a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon túl helyezi üzembe, akkor a jótállás kezdő időpontja a vásárlás napja lesz. A szavatosság terén módosul, hogyha 15 napon belül nem javítható a termék, akkor ki kell cserélni 8 napon belül, és erről tájékoztatni kell a fogyasztót. Amennyiben erre nincs lehetőség, a vételárat kell visszafizetni. Ha 30 napon belül nem lehet megjavítani a terméket, vagy 3 javítás után negyedjére ismét meghibásodik, ugyanezek a szabályok érvényesek. Fontos elvárás, hogy a fogyasztók tájékoztatást kapjanak a javítási időkről, számolni tudjanak azzal, mikor használhatják újra a terméket. Az új szabályok kidolgozása során a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzéseire támaszkodtak. Az elmúlt 5 évben lefolytatott vizsgálatok alapján ugyanis az üzletek közel fele jogsértő. Emellett a békéltető testületek gyakorlatait is figyelembe vették, ami nem csoda, hiszen a hozzájuk fordulók 35-40%-a jótállásos ügyekben kér segítséget. Ezeknél a panaszoknál is fontos a bizonyítottság, vagyis hogy ki milyen módon tudja alátámasztani állításait. A testületek szerint a vállalkozás magatartása jogsértő volt, a fogyasztó javára döntenek. Nagyon sok esetben viszont egyesség jött létre, tehát előfordult, hogy miután a vállalkozás megjelent a meghallgatáson, és ott a békeltető testület eljáró tanácsa által tájékoztatva lett arról, hogy mik is a hatályos jogszabályok, nagyon gyakran előfordul, hogy a vállalkozás belátja azt, hogy nem megfelelő módon intézte a fogyasztó panaszát, és egyességi ajánlatot tesz, amit a fogyasztó elfogad, és így végül is eredményesen végződik a eljárás. Egyébként a eljárás eredményessége az, hogy a fogyasztói panasz megalapozottsága, megállapításra kerül, az egy olyan 55-60%-nak mondható. A Nyíregyházán működő megyei békéltető testületnél június 22-től hétfőtől egyébként ismét lehet személyesen ügyeket intézni, és már nem csak írásban és telefonon tudják meghallgatni a panaszosokat.